hogy milyen az én múltamhoz való viszonyom, adós maradt. Hogy milyen Magyarországot akarok, mi is a cél valójában, ezzel adós Magyar Péter. A kormányzó pár számára szerintem 40 alá bemenni mondjuk a támogatottságom, az egy nagyon jelképes történet lenne. Jó napot kívánok! Ez itt a Magyar Közöny, a frissireg.hu, online podcastja. Mai témánk pedig a belpolitika lesz, és ehhez egy elemzőt hívtam, Böcskei Balást, az Ideointézet stratégiai igazgatóját. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, köszöntöm a nézőket, hallgatókat! Hát egy nemrég megjelent závec méréssel kezdeném, aminek a számaira Török Gábor nagy düllet szemekkel reagált, és azt mondta, hogy ezek a számok szerinte nem a valóságot tükrözik. Ezt majd meg is fogjuk a képernyőnkön, illetve hát a, a, az online világunkon keresztül mutatni ezeket a számokat. De hogy te mit gondolsz erről a mérésről, feltételezem, hogy látod, gondolom nektek is vannak méréseitek. Nem szeretnék zsűrizni más cégeknek az adatait, és minden közélyen kutató a lehető legnagyobb alapossággal, tudással kíván annak a helyzetnek megfelelni, adatfelvételi és cégtől függetlenül, hogy egy olyan helyzetben, ami hirtelennyiben kibillent az egyensúlyi pozíciójából, hiszen itt évek, majdnem évig, hónapokig keresztül stagnáló párpreferenciákról tudtunk beszámolni, amit láttunk az utolsó negyed évben, a tavalyi év folyamán a választásokat követően azonnal, hogy csökkenő kormányzópár támogatottságban, úgy aktivitásban, mint a teljes népesség tükrében, de az azon kívüli világban nagyjából egy-egy százalékpontos elmozdulások vannak. Ehhez képest, és nem kifejezetten csak Magyar Péter jelenség okán, hanem az azt megelőző kegyelmi ügy, az azt megelőzően helyre nem állt gazdasági várakozások és helyzet okán további Mozgások indultak be, és most hirtelenében a szavazók egy része elkezdett áramolni, ez jól látszik. Azt nem mondom, hogy oldalt is váltottak tömegesen, de pártot egészen biztosan. Vannak szavazók, akik még nem kezdtek el áramolni, de már gondolkodnak az áramláson, vagy éppenséggel gondolkodnak az adott pártnál való maradáson, és egy ilyen helyzetben kutatásot. Lehet készíteni, és a köznyelkutatók a legjobb szándékokkal és tudással teszik ezt, de egy mozgó valóságban inkább folyamatos mérésekkel tudunk megállapítani trendeket, irányokat, mint sem egy-egy mérésből. Úgyhogy én anélkül, hogy zsűrízném a, a Závesz az adatait, azokat az adatokat is szerintem trendjeiben kell nézni, a mi adatainkat is trendjeiben kell nézni, és ebben vannak azért közös pontok, hogy a kormányzó pártnak a támogatottsága, ugye a teljes népesség tükrében, mind az aktív szavazók tükrében, akik egyre fontosabbak lesznek június 9-e felé, 40 környékén alatt van a kormányzó párt. Ez szerintem egy új jelem, de még egyszer mondom, a Magyar Péter jelenség okán láthatólag, hogy két mérés is nagyon különböző, ugyanazon cég két mérése is hozhat nagyon különböző eredményt, és 50 nap van a választásokig, és szerintem nagyon sokan vannak a korábbi választásokhoz képest azok, akik majd az utolsó pillanatban fognak dönteni, a sok kis párt közül melyiket fogják választani. Na és ezek az utolsó pillanatban döntők, ezek majd nem lesznek benne az utolsó pillanatban készített közvéleménykutatásokban. Tehát nem előre szeretnénk magyarázkodni a közvéleménykutatások számait illetően. A közvéleménykutatásoknak nem kell megmondani, hogy mi a jövő, azt kell megmondani, hogy az adatfelvétel pillanatában mi történik, de Ilyen bizonytalan, mozgó környezetben közvéleménykutatás már rég kellett csinálni a szakmának, mint ahogy most van. Az igazság, hogy ezt a kampányt nézve nekem ez a kampány sokkal jobban hasonlít egy általános parlamenti választáshoz, mert hogy annyira felfokozott érzelmeket látok minden oldalon, de hogy mi ennek a két választásnak, a június 9-i dupla választásnak a tétje? Mondasz tétje. Mondasz valamit ezzel a felvetéseddel, mert nem, nem ilyen európai parlamenti választáshoz vagyunk szokva. Az európai parlamenti választások jellemzően másodrangú választásoknak is írja a szakirodalom, hiszen nem arról döntünk, hogy kivezesse az országot és milyen Magyarországot akarunk, hanem sok tekintetben a legelkötelezettebb szavazóknak a választása ez tulajdonképpen, és tovább megyek. Nagyon, nagyon tud működni a szimpátia, a hozzá valakit közelálló, vagy pedig valakit elutasító választói logika. Na most, mielőtt nagyon belehelyezkednénk, hogy ez egy ilyen választás, nem tehetjük meg, hiszen te is érzed azt, hogy, hogy van itt egy olyan turbulencia. Főleg ami érzelmit érzed. Abszolút, ami túlmutat az európai parlamenti választásoknak az izgalmasságán, plusz, hogy még egy kicsit bonyolítsam a képletet, önkormányzati választás is lesz. Tehát még azok a korábbi kutatási adatok, amelyek mondjuk az Európai Parlamenti választásra jellemző részvételnek az alacsonyabb szintjét minden tagállamban egyébként mutatják, az nálunk egy picit még inkább megbonyolulik, hogy lesz önkormányzati választás is, és hogy mi a választásnak a tétje. A kormányzó párt számára szerintem 40 alá bemenni mondjuk a támogatottságom, az egy nagyon jelképes történet lenne, precedens nélküli, Mutatnak e felé számuk, de majd történhet még számos olyanok, ok, az előbb, amivel kezdtünk annak okán, hogy miatt a kormányzó párt akár stabil lehet a támogatottsága, és a második helyzet között jelentős a különbség. De ez egy fontos ismér. Tehát a kormányzó párt nem engedheti meg magának, hogy a, hogy, hogy a négyes alatt legyen a támogatottsága. <kül> Van tétje a választásnak a korábbi ellenzéki szereplőknek, amiből nagyon-nagyon sok lett az elmúlt időszakban, itt elsősorban szerintem, amikor ellenzéki szereplőkről beszélünk, akkor most a közös listát kell elsősorban nézni. Annak, ha lehetőleg minél távolabb legyen Magyar Péternek a támogatottságától, sőt, ha lehet, akkor minél kevésbé alakuljon ki annak a igézete, hogy itt egy ellenzékváltás is történt. A Momentum, illetve a Magyar Kétfalkú Kutyapárt esetében stabil, egy kötőjel, kettő mandátumot mondtak Magyar Péter előtt a mandátumbecsléseink. Ha és amennyiben a momentum küszöb alatt marad, vagy a kettő helyett adott esetben egy mandátumot hoz, akkor ott a Donátonai stratégia és vele együtt Donátana megbukik, amely ugye tavaly az év végén a különutas politikát indult el, amely még Magyar Péter előtt sem mutatta annak a jelét, hogy kifejezetten eredményes lett volna. A kutyapártnak pedig ez volt lenne az első olyan választása, amikor kifejezetten szintet tudna lépni a politikában, belépek az európai politikába, belépek a komolyan vehetőség politikájába, és adás úgy, hogy még önkormányzatokban is indult, tehát hogyha most ezen a szinten itt elvérzik adott esetben, akkor nagyon-nagyon kevéssé látunk olyan helyzeteket, példákat, amikor ezek az Újraorganizációk ezek nagyon sikeresnek bizonyulnak. És Magyar Péternek nincsen egyedül veszíteni valója ezen a választáson. Neki az egy, a kettő és a három mandátum az épp úgy, úgy siker Az ő kihívásai nem június 9-én, hanem majd az azt követő időszakban indulnak el. De ennek a megtapasztalása ez majd nagyon később fog érkezni. És le tudunk majd ebből a június 9 i számokból, majd amikor már konkrétan látjuk őket 2026-ra von, levonni bármilyen következtetést? Tehát hogy lecsapolják most tényleg a mocsarat, úgymond? Én ebben a semmilyen következtetés nem mernék levonni. Minden európai parlamenti választás esetén szokott azért történni új politikai belépő. Történt ez 2014-ben, belépett az együtt, aztán 2018-ban egy százalék alatti támogatottsága van. Belépett a demokratikus koalíció akkor két mandátummal, 2018-ban éppen hogy küszöbb fölött mentek az országgyűlési választások. 2019-ben belépett Dobrev Klára és a Momentum. Ma a Momentumnak mai tudásunk szerint, és ezt nagyon aláhúznám, hogy mai tudásunk szerint küszöb problémái is lehetnek, a demokratikus koalíció pedig hirtelen Magyar Péterrel kerül het adott esetben versenybe. Tehát semmilyen jövőre vonatkozó prejudikációt ne tegyünk az európai parlamenti választás alkalmával, Jól szerepelhet adott esetben Magyar Péter is, de nagyon más egy impulzív, érzelmi alapú, felhajtó erővel bíró kampányban jól menni 60 napig, mint országos szervezetet építeni. De az kétségkívül szerintem nem azoknak a szereplőknek lesz itt problémájuk, a jövőre vonatkozóak, akik, akik, akiket előbb az említettünk, hanem itt vannak olyan szereplők, a posztjobbikos szervezetek, vagy jobbikos árva szervezetek, Jakab Péter, Vona Gábor, a Márki Zaj Péter, és akkor a két további kisebb, ám náluk nagyobb szereplők, szerintem az ő itt kifejezetten eldől ezen a választáson. Hát kíváncsian várom én is ezeket a számokat majd. Mm, egy hónapja nagyjából voltál a Klubrádióban, és elég keményen fogalmaztál, emlékeim szerint, Magyar Péterrel kapcsolatban. Talán akkor azt lehet, hogy nem szó szerint így mondtad, de az volt véleményem szerint a, a mondandód lényege, hogy most mit is mondjak egy Facebook profilról? Hát Magyar Péter megérkezett a magyar politikai életbe? Hát fizikailag is? Hogy látod most? Kétségkívül, hogy azon a beszélgetés azon pontján, egy Facebook profilról beszéltünk, és nagyon kevéssé, rengeteg adattal bírunk mi, amelyeket az ideában erre a jelen politikai helyzetre mérünk, illetve veszünk fel, de ezeket az adatokat nem publikáljuk, mert nagyon nehéz ebben a helyzetben nem a zaj generáláshoz hozzájárulni, és én magam is kevesebbet beszélek ebben az ügyben mert a folyamatok haladnak előre, és a tegnapi mondások érvényessége az könnyen zárójeleződhet. Ehhez kapcsolódóan a Facebook profilról most egy politikai entitás lett. Ez kétség kívül, ugyanakkor mindazok az ismérvek, ami a politikának a, hogy is mondjam, a, az alap természetéhez tartoznak, miszerint arra a kérdésre megválaszolni, hogy ki vagyok én, ami azt jelenti, hogy mit gondolok a világról, ez a mai napig adós, Magyar Péter. Hogy miért vagyok itt a politikában, hogy milyen az én múltamhoz való viszonyom, adós maradt. Hogy milyen Magyarországot akarok, mi is a cél valójában, ezzel adós, Magyar Péter. Ez az adósságok 50 nap alatt nem tudnak leíródni, tehát, illetve leíródhatnak pontosan ez a lényeg, hogy ezek most nem látszanak, mert annyira impulzív, annyira felhajtó erővel bír a, 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 megjelenése, és szerintem mondom, ez nem független az azt megelőző gazdasági és válság és kegyelmi ügy kérdésétől, hogy ezek a politika alapkérdései, neki még nem kell választ adni, nagyon erőteljes inkonzisztencia jellemzi, ellenmondásosan fogalmaz. Az egyik pillanatban őt lehet anti-orbánistának látni, a másik pillanatban orbánistának látni. Az egyik pillanatban ö, liberális pozíciót vesz fel, a másikban a konzervatív. Használja ezeket a ö, eszmetörténetileg is néha a magyar politikai valóságra megmosolyogtató kifejezéseket, mint hogy ő nemzeti liberális. Én tudom, hogy mit értel ezt eszme történetileg, ez politikai és szociológiai értelemben Magyarországon az opozíció nem létezik így, ahogy ő azt használja. Kicsit olyan tények utáni politikai kommunikációt folytat, bemondok állításokat, amelyeket aztán később nem tudok verifikálni, de el kell fogadnunk, hogy ilyenné lett ez a politikai környezet, hogy ezek a hagyományos szempontjai a politikának és és sarokkövei, ezek ma az ő esetében um, nem feltételek, nem Magyar Péter tette ilyenné a politikát, hanem Magyar Péter megérkezett egy olyan politikai térbe, ami már önmagában is így működött. Mondhatjuk őt egyébként szerintet populistának? Mert így az elmondott, elmondottak alapján én alapvetően azt gondolom, hogy igen. Sőt, hogyha megnézem az interjúit, akár mondjuk a klubrádióban, amit adott, vagy akár az ATV-ben, nagyon sokszor én is ezt érzem, hogy ellentmondásokba ütközik. Tehát mindenkihez akar szólni, és ugye van egy ilyen régi mondás, hogy aki sokat markol, az keveset fog. Ne, most a, <coughs> tudom, hogy nem fogod udvarjas válasznak tekinteni, hogyha azt a populista szótárt vezessük is ki. Mert annyira Sokféleképpen lehet értelmezni a populizmust, leíró jellegként, stigmaként is, azért mert valaki az embereknek a hangját kihangosítja, attól az még ne tekintsük populistának. A populista vezető is lehet konzisztens, és szerintem ez a fontos, hogy a politikusnak a tartóságához, hogy hozzá tudják tapadni, hogy tartósan, és ez a fontos, hogy tartósan, benne tudja lenni abba a politikai valóságban és térbe, amit ő működtet, tart fent, és amennyi, akarja tenni a politikát, az egy ponton túl egyértelmű értékekre van szükség. Tehát ezek a centrista pozíciók, meg ezek a nemzeti közép, ismerjük ezeket a szintén ilyen, ilyen gpt vel egyártott szlogeneket, se nem jobb, se nem bal. Igen, modern és élhető Magyarország, ezek, ezek üres szavak. Ez nem azt jelenti, hogy egy kampányban, ahol ráadásul ilyen előzmények után érkezik meg, ennek ne lenne egy darabig az, a, a szereplő újdonság értéke okán hirtelen ennyiben felhajtó ereje. Még egyszer mondom, de lesz az a pont, amikor, hogy tartósan tudjanak kapcsolódni valakihez, egy politikushoz, a, a, a személyek oda már értékek kellenek. Tehát egy ponton túl emelkedni a politikában, vagy szinten maradni a politikában, Egyértelmű, kiszámítható értékkatalógusa van szükség. Ez a szerencséje, hogy ez mondjuk 50 nap után ennek a hiánya nem feltétlenül vagy egyáltalán nem fog látszani. Ez 120 nap alatt simán adott esetben lecsoroghatna. Egy jó választási eredménye, viszont pont ennek az értékkatalógus hiánya, aminek az ideje is kisodródhat. Ma ne legyen illúziója senkinek, a Magyar Péter nem tudja, hogy merre megy. Tehát ő sem tudja. Ez nem egy politikailag tervezett folyamat. A politikai tervezett folyamat az ugyanis a ki vagyok én kérdése, és a mit akarok kérdéseinek egyértelmű válaszadó, válasznak kell lennie. Ma neki ez a fajta ív nincsen meg. Ő maga sem gondolta az első partizán interjú után, hogy itt fog állni. Kétségkívül uralja ezt a pillanatot. Nem lehet azt mondani, hogy hogy ez a fajta nem tervezett tervszerűség, eznek látszanának a negatív jelei, de nem egy olyan szereplőről van szó, aki mikor megírta az első kommentet a kegyelmi ügy kapcsán a korábbi feleségének a posztja alá, talán odaírta meg az első kommentet, és hogy ő ott fog állni egy platón Gyulán, ez senkinek gondolja, ez egy tervezett folyamat eredménye volt. És szerintem ma sem tudja, hogy merre megy a folyamat. És furcsa is lenne, mert nem csak a többi szereplő körül van bizonytalanság és zaj, hanem ő körülette is uh -huh. ö, ö, van ez a zaj és ez a, ez, a, ez a tornádószerűség. És túl lehet élni tornádókat, csak az embernek mondjuk a közepén kell állni adott esetben, vagy a szélviharban, ugye egy, bizonyos nyugvó pontján, de most egy picit azt látom, hogy nagyon sok politikai szereplő beleértve a Magyar Pétert is felkap a szél, és viszi, 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 és még a kormányzó párt is lehet adott esetben, hogy be fog még kerülni a szavazó táborának egy részének adott esetben a megtartási problematikái részén ebbe a tornádóba. Értem, amit mondasz, viszont nekem nagyon profinak tűnik az ő kampánya. És egy egészen új elemet is behozott szerintem a magyar politikába, hogy őkent össze valakit valamivel. Tehát gondolok itt az Orbán és a Gyurcsány kapcsolatára. Nekem ez egy új hát, elem volt. Nem az, az... Abból a szempontból, hogy mintha hogyha, mint hogyha tényleg egy olyan embernek a képét mutatná, aki a kezébe tudja venni a gyeplőt, és majd ő megmondja, hogy mi az irány. Mm, ezt nagyon sok mindent mondtál. Egy részről nem ő az első szereplő, aki Gyurcsán egy elő Orbán, sőt, minden politikai szereplő, aki ezzel próbálkozott, ma például küzdő problémákkal küzd. Tehát a Demokratikus Koalíció biztos, hogy mandátumokat és több mandátumot fog adni az ep ben hogy mondjuk az előzményeit ennek a kommunikációnak a momentummal kezdtünk, akinek problémája van, sőt, Donátan azt mondta, hogy a hazugság kultúrájának nem állnak össze. Ma mondottam, Donátanna politikai, pártpolitikai karrierje is szerintem vannak a választásnak a tétje, az LMP nem fog európai parlamenti képviselőt adni Márki Péternek. Ma kisebb esélye van, mint egyébként gondolta ezt, mondjuk fél évvel ezelőtt, és a Jobbik nevű párt lehetséges az utolsó választására készül, mint jelölőszervezet. Tehát e, ilyen értelemben ebben nincsen újdonság. És... Az, hát talán am... annyi, hogy egy belülről jött ember. Na hát ez az, hogy vajon ez-e az ő kreditje, hogy belülről jött? Nem tudjuk. Ezt hmm. gondoljuk. E, lát kutatásai eredményeink esetében, amikről részletesen nem tudok, vagy nem akarok inkább beszámolni, hogy nő egyfajta elfogadottság az őt illetően. Tehát ez a belülről jött szerep, ez kétségkívül egy pici kreditet ad számára, de szerintem ebben az emelkedésben az értékzavarodottságot kell látni. Tehát mire akarok utalni? Azzal a politikai önéletrajzal, ami neki van azzal az utolsó pillanatig való bekötésével az Orbán rezsimben, mint ami neki van. Az ő politikai karrierének nem kellene történnie, mondhatnánk. Tehát nem egy hatházi Ákosról beszélünk, aki egy önkormányzati képviselő volt egy vidéki településen, hanem itt egy kifejezetten NER karriert látunk, és beszélhet sok mindent a saját diplomáciai karrierjéről, az egy NER karrier is többek között. Ezt a kérdését úgy szokta kivédeni, hogy ő már évek óta gondolkodott ezen a kilépésen. Természetesen, meg, meg azért szavazott oda, mert a gyermekei arra kérték igen, inkább. Igen. Ezekkel politikai emzőként, ezekkel a mondatokkal nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát ezek kifejezetten jól hangzó mondatok. Varga Juditnak szó szerint idézetei vannak arra vonatkozóan ugye a Facebook posztján, hogy milyen kérésekkel fordult ő felé, de mindegy, hogy mi erről valójában kinek adunk ilyen igazat, tehát belemeltünk ilyen hermeneutikai és filológiai értekezésekben. Ma inkább csak olyan forgatókönyveket tudunk, vagy magyarázatokat tudunk adni Magyar Péterre, amik, amiket nem nagyon tudunk számszerűsíteni, hogy most ténylegesen neki az a kreditje, hogy kívülről jött, úgy jött kívülről, hogy belülről jött, úgy, hogy ellentmondásra nem mentesen kommunikál, hiszen kétségkívül abban van egy sajátossága, hogy bár nem értékek jegyében beszél, de szemben az ellenzéki korábbi kommunikációról nem is ilyen ügy meg téma központú. Tehát nem megy bele szakpolitikai vitákba, nem megy bele mi a konzervativizmus, meg milyennek kellene egy keresztény jobb oldalnak lenni, mint ellenzéki politikusok évtizeden keresztül csinálták, hogy meg definiálják, hogy mi a kereszténység és mi nem a kereszténység, hanem ahogy te is utoltál rá, egyértelmű, offenzív, bizonyos értelemben a eddig megszokott beszédmódot átlépő kommunikációban. Tehát az, hogy valaki mondjuk a, a Fidesz politikusát e, olyan nyíltan drogoz jelzőként használja, vagy ez, hogy ez a szavajárása lett ez a kifejezés, ilyet nem tapasztaltál meg. Tehát, vagy, vagy az, hogy olyan könnyedén mondja, hogy a Fidesz frakció, az Európai Panti frakcióban senki nem beszél idegen nyelvet, vagy kevesen beszélnek idegen nyelvet. Ugye ezek önmagában tudjuk, hogy ezek, 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 nem létező helyzetek. Tehát nincs Európai Panti képviselő, aki, aki ne beszélne idegen nyelvet. Tehát akadályozza lenne a munkájában. De kétség kívül ez a fajta határokat és mértéket nem ismerő erőteljes kommunikációja, ez ad valami fajta magabiztosság látszatát, és annak érzetét a követői számára. Lehet, hogy Magyar Péternek csak ennyi, és ez már nagyon sok is tud lenni, az előnye, hogy, 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 hogy valójában um, kulturális iránytűkre tekintett nélkül, nélkül megy előre. Uh -huh. És Magyar Péterrel ugye kapcsolatban állandóan fölmerül ez a kérdés, és engem is roppant módon érdekel, kire van hatással az ő megjelenése valójában. Tehát az ellenzéknek kell jobban tőle tartania, vagy a NER-nek. Végignéztem egy beszélgetést, amit múlt héten te folytattál, az ATV stúdiójában Rázágoston volt a, a partner ebben a beszélgetésben, és azt azért nyilvánvalóan észreveszem, hogy a Fidesz kommunikációs paneljei arra épülnek föl, hogy a Fidesz tábort a magyar jelenségbe érinti. Nyilván az ellenzék is próbálja ezt a fajta jelenséget valamilyen módon kezelni. Ma is olvastam több dk megszólalást Magyar Péter kapcsán. Kire veszélyes magyar? Ez ugye csak számokkal lehet. Így van, és van ennyi előnyöm, hogy vannak ö ö ö számok, mert valóban ö azért hangsúlyozzuk ki a számokat, mert mi magunk is tudunk számok nélkül olyan zajokat kell tennünk a jelenség környékén, amit utána e, e, már magyarázatra szorul, vagy éppenséggel néha jobb lassan gondolkodni, mint gyorsan állításokat tenni. Ugye krízis helyzetben, válsághelyzetben, bizonytalan rendkívüli helyzetben egyébként is javasolt a lassú gondolkodás, mint sem a gyors. Jelen esetben a mi számaink azt mutatják, hogy az elmúlt hónaphoz képest csökkent a demokratikus koalíciónak, a mi hazánknak, a kutyáknak és a Momentumnak, továbbá a kormányzópártnak a támogatottsága. Azt is látjuk, hogy mindegyik táborból tudott különböző arányokban elhozni szavazókat, nyilvánvalóan a széleken lévő szavazókat, és most azt gondolom, de lehet, hogy egy hét múlva már mást fogok gondolni, tehát most megbántom azt, hogy a mondatot így kezdtem el, hogy az ellenzéki oldalról, akit lehetett, azt most ö, elhozta az első körben. Ugyanakkor, amiről nem beszéltem, hogy kétségkívül beáramlottak olyan szavazók, akik a korábbi kutatásokban a nem válaszol, vagy a nem tudom válaszadást jelölték be. Ugye ez egy nagy tömb. Ez egy bizonytalan, nagyon sok szív, nagyon sokféle, Valóban embereket, sokasságot magába tömörítő, és még ebben a körben vannak neki tartalékai. Na most a kormányzó párt. Szerintem a kormányzó párt szavazói, akik maradtak, hiszen ne felejtsük el, szemben Magyar Péter állításaival nem veszített a kormányzó párt 500 ezer szavazót egy hónap leforgás alatt nagyon sokan lementek már a választás követően, a 2022 után az úgynevezett lazább elkötelezettségű, tipikusan kifejezetten gazdasági szavazók, akiknek a gazdasági helyzete, várakozásai nem teljesültek. Ott rövid távon, gondoljunk az évelei transferekre, jóléti intézkedésekre, stabilizálta a kormányzó párt, hogy őket a szélén meg tudta tartani, ezek szépen időközben eltávolodtak. Na most jön akkor a kegyelmi ügy, ami kifejezetten egy olyan ügy, ami a pártnak az identitásában. Az előbb az értékek fontosságáról beszéltünk a politikába, a kormányzó pártot ott érte támadás, amit eddig a saját szavazói előtt konzisztensen tudott felmutatni, ez gondolja a családról, gyermekről, és a többi. Most pedig egy olyan helyzettel kell tehát moderálni a saját szavazói felé, mikor egy családorientált, Keresztény kormány, öndefiníciója alapján keresztény konzervatív kormány egy pedofil mentegetővelnek kíván zöld lámpát adni. Ez értékalapon sehogy sem tudja az ember megmagyarázni, és akkor a kutatásaink mutatják is, hogy az emberek nem tekintik lezártnak a, 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 a kegyelmi ügyet, és ebben a felelősség, az Orbán Viktorig is el tud jutni, tehát a megkérdezetteknek a 62 a nem tudok pontos adatot mondani, tehát kár volt ezt mondanom most, de egy nagyon, de egy jelentős, nagyon része, egy jelentős része. Lehet, hogy nem 62, csak úgy, hogy mondjuk azt, hogy, hogy látható arányban látják a miniszterelnöki felelősséget is ebben a kérdésben, az ellenzéki szavazók többét meghaladó arányban látják. Ez itt akkora, így akkora pontos. Na most a kormányzó pártot tehát folyamatosan két mítosza kezd megrengeni. Az egyik az az, hogy konzervatív identitás politikai közösség, akire mindig lehet számítani, amikor a család, a felelősség és a gyermek a kérdés. A másik pedig az, hogy minden krízisben képes a kormány fő a tengerről kivezetni a hajót. Covid, menekült és migrációs válság, az első 2010-ben ugye az IMF válsággal kezdünk, de a kormány stabilan tartja a kapitány, és túl leszünk a háborgó tengeren. Na de most nem ez a helyzet van. Tehát ez a kormányzó képesség, a stabilitásnak a lehetségessége, az most szintén megkérdőjeleződik. Elbizonytalanítasz Fidesz szavazót? Elbizonytalanítasz Fidesz szavazót. Azt, aki ott maradt, az nem lesz automatikusan magyar Péter szavazó. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy azok, akik most ma a Fideszre szavaznak a beszélgetésünk pillanatában, a következő öt napban tömegével mondanák azt, hogy Magyar Péterre fognak szavazni valamelyik listán. Olyan sok listán nem tudnak, ugye az Európai Parlamenti listán. Már most is belemart a mi kutatásaink adataink szerint a kormányzó pártnak a táborába. De hogy ez, ez még folytatódhat te, és az automatikusan mondom zsilipelődik magyar Péternél, azt mai tudásom szerint, az eddigi Fidesz szavazókról való tudásunk alapján kétlem. De azt igen, hogy otthon maradnak. Hogy elbizonytalanodás abban mutatkozik meg, hogy egy demobilizációs helyzet áll elő a kormányzóban. Mert hogy az széről. identitásban zavar keletkezett. Így van, így van, és és. és, és van ezért a szavazóknak egy ilyen, egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen csalódottság, távolságtartás, plusz ugye az a helyzet, hogy a politikában ahhoz, hogy tartósan a saját közösségedet meg tud erősíteni, ahhoz a magabiztosság kell. De a magabiztosság az nem azt jelenti, hogy nagyon erőteljesen tudsz valamit mondani átütő erővel, hanem azt, hogy az a képzetet és látszatot tudod kelteni, hogy a másik ő maga is elhiszi, hogy te vagy az úr. Hogy te át tudod vinni az akaratodat. Hogy legyőzhetetlen vagy. Na, és az a helyzet, hogy ahogy Magyar Péter kommunikál a kormányzó pártról, az ugye szokatlan a kormányzó párti világnak is, hogy bennünket, velünk így lehet beszélni. Hogy miért hagyja ezt a kormányzó párt? Tehát a politikai magabiztosságot, ergo, ha azt elveszíted a politikába, akkor az, hogy legyőzhetetlen vagy, annak, a, annak az érzetét is elveszíted. Én ma nem látok, de lehet, hogy ez csak egy érzés, és akkor megint megtéveszt a, 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 a kutatói torzításom. Ma a Fidesztől megszokott magabiztosságot nem nagyon látom. És az ellenzék egyébként ebből miért nem tud egy picivel több politikai tűkét kovácsolni? És nem csak erre gondolok, erre a Magyar Péter jelenségre, hanem az olyan jelenségekre például, mint az akkugyárak kérdése, ugye ez egy nagyon fontos tematika szerintem így az önkormányzati választások kapcsán, vagy akár a gazdasági helyzetünkre, úgy ámblok, vagy az unióban elfoglalt szerepünkre. Nem tudjuk, hogy ezek az ügyek, mondjuk helyben az aksigyárak mennyire amortizálták le a Fidesz, és erősítették a kormányzó pártot. Szóval az ellenzéki problematikátnak eh, a fő csomópontja az én meglátásom szerint az egy szerkezeti probléma volt. A választásokat követően nem letisztult a pártpolitikai térkép, nem kevesebb párt lett, hanem több párt lett. És addig a pontig, amíg a választók azt gondolják, hogy ha az X pártra szavazok, akkor kapom az Y-t, az Z-t, meg az A-t, meg a B-t, meg a C-t, akik már egyébként ebben a konstrukcióban különböző személyi összeállások esetén háromszor vereséget szenvednek, mi legyen az a plusz, ami miatt most bizalmat szavaznak nekik. Tehát az ellenzék nem szellemileg, nem probléma felismerésében, nem kommunikációs képességében van olyan deficitben, ami kifeszítette a kormányzó párt és a ellenzék közötti távolságot, hanem a szerkezeti probléma miatt. Én azt vártam az LP választástól, hogy ez a szerkezeti probléma, ez megoldódik, és a támogatottságok egyértelműek lesznek, és elrendezik a világot. Na most van egy közös lista, ahol ezek a pártok továbbra is jelen vannak, egy részük, Bejött egy magyar Péter problematika itt az ellenzék számára, ami hát nem tudom, hogy ezt a térképet leegyszerűsíti, egyértelművé teszi, de az, az ellenzéki oldalon nem azért baj, hogy valahol sok párt van, mert az önmagában a sok párt az probléma lenne, hanem ezek a pártok zajt csinálnak egymás körül. Elit újra termelések vannak egymással való szövetségkötések jegyében és a választók számára egy monolit kormányzó párttal szemben egy káosz állt. Ugye az LP-választás le fogja tisztítani a térképet, elvileg a támogatottságok egyértelmű iránytűk lesznek ebben a tekintetben. Szerkezeti probléma nélkül ez a szerkezeti probléma termeli ki bizonyos értelemben Magyar Pétert. Tehát nem a politikai alkalmatlanságok, hanem az ellenzéki káosz. Az ellenzéki káoszból fölő egy szereplő, aki egyikbe sincsen beágyazva ilyen értelemben még egyszer a sok párti ellenzéki struktúrának az elfáradása és teljes mértékű alkalmatlansága a politikai versenyre élezte ki Magyar Péternek a kiugrását sokkás között, és itt hangsúlyoznám is, hogy a Magyar Péter jelenség mögött nincs egyetlen egy ok. Tehát én elemzőként adatoknak az értelmezője alapján is, és fontos, hogy az adatokat nem magyaráznunk kell, hanem értelmeznünk, nincs Egyetlen egy ok, amivel magyarázható a magyar Péter jelenség, és erre biztatok majd mindannyiunkat, amikor a választásokat követően elemezzük a folyamatokat, hogy nincs monokauzalitás a dolgok mögött, hogy nem kifejezetten és csak a háború miatt lett a kormányzó pártnak kétharmada. Van a vidéki prókátor nevezetű egyén, egy ügyvédről van szó, én nem tudom egyébként pontos nevét, és nem is ismerem őt, de hogy írt egy nemrég egy érdekes elemzést, hogyha megengedsz, akkor három uh -huh. mondatot hadd idézzek belőle. Az Orbán párt szavazóinak akár jelentős mértékű csökkenése nem vonja maga után a parlamenti ellenzéki pártok népszerűségenek növekedését, majd úgy folytatja, hogy a Fidesz tábora is csökkent több százezres számokról hallani, de azok érdekes módon valamiért nem magyarhoz vándorolnak, majd úgy folytatja, hogy a NER illiberális látszat demokráciájának egyik jellegadó attribútuma a politikai hatalomért versengő pártok közötti esélyegyenlőség felszámolása volt, és hogy a pálya jelentős mértékű megdöntése mellett, hogy egy foci hasonlattal mm -hmm. éljek itt. A rendszer ráadásul tudatosan prostituálta az ellenzéki pártokat, és hogy nagyon jelentősen megemelte a politikusok javadalmazását, és úgy szippantotta be ezeket uh -huh. a pártokat a saját rendszerébe, hogy azt csinál belőlük, belőlük tulajdonképpen, amit akar. Uh -huh. És hogy én ebből azt vélem felfedezni, hogy ez a, az, ő látá, vagy az ő álláspontja szerint ez a rendszer így tök jól el van az ellenzékével, és ugyanerrel így összefonódva. Ebben te látsz bármifajta igazságot, és most nem arra úgy, hogy uh -huh. sok mindent idéztem, itt talán. Hmm. én az elmúlt években nagyon hiányoltam a politikai versenyt. Tehát ezek a, ezek a helyzetek, értem, amit a szerző ír, és az előválasztás, és azt gondoltam annak idején, ez nem előválasztás, hanem ez egy elit megállapodás által előállt előválasztás, hiszen mindenki úgy optimalizált, hogy a végén parlamenti frakciója lesz. Tehát ez ténylegesen politikatörténeti sajátosság, hogy egy választásokon soha el nem induló párt, ciklusról ciklusra parlamenti frakciója vagyunk. Ez minden felhatalmazásról való gondolkodásnak ellentmond. Na most ennek a pártnak nincs más célja, mint a saját elitjének az újratermelése. Itt értem a szerzőt. Itt értem a szerzőt, de önmagában véve a, a, az, hogy az illiberális rendszerek, hogy is mondjam, érdekelté teszik az ellenzéket, saját újratermelődő logikájának a kélesítésében ez, ez szerintem lehet, lehetett volna, vagy lehet szakítani. Ez a fajta elit újratermelődő, és akkor én már előrefele nézek, elit újratermelődő folyamat az biztos, hogy 2022. június 24. bocsánat, 9-e után nem folytatható. Tehát még egyszer mondom, Magyar Péter sok ok van, ami miatt ma többet beszélünk magyar Péterről, mint, mint bármiről, mint, 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 mint bármiről. Igen, 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 igen. De ez leginkább, ez egy lehetőség is. Minden krízis az a dolgok újra és újraértelmezésének a lehetőséget nyújtja. A politika, abban az, a, az, a, az a, ottéperő a politikai minőség, amikor a krízistnek egy más jelentését adok. Szerintem azok a pártok, akik azt gondolják, hogy június 9-ét követően fenntartható egy verseny nélküli ellenzéki oldal, azok a pártokat elfogja. Nem tudom, hogy Magyar Péter, nem tudom, hogy micsoda, a saját jelentéktelenségük, érdektelenségük el fogja sodorni. Szerintem egyszerűbb lesz a térkép, mert még egyszer mondom, aki ma nem kap LP mandátumot, annak nagyon nehéz lesz ezután a, ezután a választás után magát entitásként létezni. Hiába van valakinek parlamenti frakciója. És értem, hogy be kell hívni a stúdióban a ellenzéki politikusoknak, van parlamenti frakciója. Mert ugye a 90-es évekre te emlékszel rá, soha nem látta a Türmer Gyulát időben, pedig jó ideig nagyobb támogatottsága volt, mint a párbeszédnek bármikor is volt. De az is biztos, hogy olyan jelenséget sem láttam, hogy például vezető hazai orgánumok külön robotokat szentelnek politikusoknak, és most itt Magyar Péterre hmm. gondolok, mert aki nem ír Magyar Péterről, nem olvassák a cikkeit, vagy nem nézik meg a podcastjait. Na, ezt értem, ezt értem de ugye Magyar Péter mondjuk hirteleniben elkezdett létezni. Vannak pártok, akik már nem fognak, de akik, akik a választhatóság szintjén már nem léteznek az állampolgárok számára. Ha és amennyiben úgy akarja, Bármelyik ellenzék megoldani a Magyar Péter jelenséget, hogy továbbra is ilyen verseny nélküli helyzetet tart fenn, tehát nem enged el entitásokat és szereplőket, akkor az a, az a politikai újra és újra ki fog termelni Magyar Péter jelenségeket. És melyik a helyes út szerinted már, hogyha egyáltalán ebben a kérdésben van egy ilyen irány, hogy helyes út? Például, amit a Momentum próbál, hogy valami fajta konszenzusra vagy párbeszédre Tör Magyar Péter kapcsán vele, vagy pedig mondjuk a DK adott esetben, aki azért elég keményen beláll, mint párt ebbe a Magyar Péter jelenségbe. Hmm. Szerintem nagyon két különböző út, amit mondasz, és két különböző politikai tudás látszik mögötte. A momentumnak a beleállása a Magyar Péterben, az beleállása. A politikus, amikor megszólal, akkor ezt azzal a szándékkal teszi, hogy rám szavazzanak. Tehát amikor téged kritizálok, akkor ezt úgy kell megtennem, hogy a nap végén a hallgató és a néző azt mondja, hogy igen, nekem erre az emberre kell szavazni. Donáltan, amikor megszólal, akkor így, mint aki ilyen véleményvezérként kéri Magyar Pétert, hogy egy picit domestikálja magát, vagy moderálja magát, legyen egy kicsi csillapodjon tulajdonképpen, és egy picit ö, ö, közös a cél, közös a világ, és a többi, és a többi. Ez a mondat, amit ő tesz, most egy kicsit lehet, hogy voltam, de, de értetlen. ha, ha ez sikerült szakasztikusnak lennem, az baj. Ugye? Nem rám nézve. Ebben a mondatban hol van az, hogy miért szavaz rám? Amekkor a bajban van most a momentum, a mai tudásunk szerint. A identitásválságra gondolsz. Igen, ahhoz képest az identitás válságát felmutató politikai kommunikációval él. Elkezdte ez a párt, hogy ő egy liberális párt. Ma a kampányában egy szót nem hallunk a liberális jelzőről, holott lehet, hogy éppenséggel az lenne a kitörési pontja, hogy egyértelművé teszi, hogy közötte te és Magyar Péter között hol vannak a határok. Na de hát ugye ehhez kell egy belső értékkonzisztencia, van-e ez a momentumon belül vagy nincs, nem látok bele. A demokratikus koalíció azt az utat választotta, hogy az értékei mentén kommunikál, és egyértelművé teszi, hogy Magyar Péter és közötte kettő darab különbség van. Az egyik a nerhez való viszony, az Orbánhoz való viszony, és ezt fel tudja mutatni egyértelműen a demokratikus koalíció. A másik pedig, hogy más gondolnak a világról, a szociális igazságosságról, a fenntarthatóságról, az államszerepvállalásról. Európáról. Akár Európára, de inkább a szociáldemokráciát hangsúlyozták ki. Tehát magyarán ők beálltak abban, hogy egy értékek mentén gondoljanak el. Szerintem, ha azt kérdezed, hogy melyik a jobb út, majd ezt a választásokon kiesik. Egy biztos, a demokratikus koalíció lépését értem. Az egy értelmezhető válaszadás. A momentumnak a válaszadását, vagy a Donátának a válaszadását az a politikai értelmezési tartományban, Elképzelhetetlen. A Donáton, még a mai napig úgy kommunikál a, a megszólalásain, hogy megérti a választókat, amiért haragszanak rá, még mindig a két évvel ezelőtti pozíciójában vannak. A választók ma nem fognak arra szavazni, aki azt mondja, hogy megértem, hogy haragudtok rám, mert úgy gondoljátok, hogy nem képvisellek benneteket jól, vagy nem képviseltem benneteket jól. Ez a mondat, ami biztos az ilyen szabad bölcsészet etikaórákon jól mutat, az a politikában a gyengeségnek a jele. Szerintem a momentumnak a kérdése, vagy a momentumnak a sorsa az, az, az ezen a választáson múlik. Most, ahogy megfogalmaztad ezt a néhány mondatot, kicsit nekem is úgy tűnik, mintha a Donáték föl szeretnének erre a Magyar Péter által kormányozott hajóra, vagy vonatra, vagy nem tudom, milyen eszközre gondoljak szállni. <laughs> viszont, viszont én amikor olvasgattam ma a híreket, amikor készültem a beszélgetésre, én a négyen en találtam egy nagyon érdekes gondolatsort. Kompromisszumok, hátbaszúrások és lefutott meccsek, így megy neki Budapest az önkormányzati választásoknak, hmm. és külön kiemelték, a, ami a hegyvidéken történik az előválasztás kapcsán, ugye itt a, a Kovács Gergely hmm. kapcsán. Hogy erről például mi a vélemény? Ezek például nem azt mutatják egy átlag szavazónak, aki mondjuk lehet, hogy tényleg nem párthoz kötött, és mondjuk azt mondja, hogy most tényleg neki fontos ez a választás, és elmenne hmm. erre a szavazásra, hogy mi folyik itt? Tehát nem tehetik föl sokan ezt a kérdést, szerinted? Szerintem egy picit túl gondoljuk. Ezben engem is, vagy téged és engem, meg az újságírót ezek kélesítik és foglalkoztatják ezeket a dolgok, de hogy valójában ez a választói magatartás kifejezetten, vagy az ellenzék megítélését, ezek a viták befolyásolják azt, azt, azt azért, hogy is mondja, helyi értékén kezelném. Felerősítik, ezek a cikkek felerősítik azt, mintha az ellenzékben ez lenne az általános kultúra. De nem ez. Tehát, érted? A, a települések kilenc tizedén sikerült megegyezni. Itt a települések egy tizedéről beszélünk. De mégis erre teszünk nagyítót. És ebből vonjuk le azt a következtetést, ami adott esetben a te kérdésed is volt, hogy akkor mm, tulajdonképpen. Tehát valójában a média hatásnak, és ez nem egy nyilvánosság kritika, ez egy leíró jellegű, a média hatásnak az ellenzék megítélésében nyilván van, van uh, relevanciája. De ha már a jelölt állítások, és az előbb visszamegyünk a momentumra. Ugye a momentum az elmúlt időszakban, hogy hegemon pozíciót szeretett volna, a baloldalon, vagy a baloldali kötője, liberális kötője ellenzéki Igen, oldalon Igen. kieszközölni. Ez a hegemónia harc ez nagyon hamar eldőlt, hogy, ez, hogy ezt a demokratikus koalíció nyerte az első fél időt, a második fél idő az európai parlamenti választás követő időszak lett volna. Ez meg hát ugye, de most nem magyar péterezzük, hogy ez merre megy ez a folyamat. De felhívnám két dologra a figyelmet, hogy a Momentumnál nagyobb a probléma, mint azt egy-egy Donátannai mondatból látjuk. Két elveszett előválasztás Budapesten. De nem is akárhol, Budán. Mind a kettő helyen olyan választók történik, ahol országgyűlési képviselő van a Momentumnak Budafokon is, és a 12. kerületben is. Tehát ez valami fajta... Ö, nem tudom, itt megállnék ezt. Tehát ez, ez egy, ez, egy, nem egy jó induló pozíció egy választás előtt, amikor felfújom magamat, én leszek mindenki kihívója, de valójában a saját terepemen, a saját kerületemben, ahol országgyűlési képviselő van, és akkor erőforrásaim vannak, ott veszítem el az előválasztásokat. Az előbb említett kutyapárt és 12. kerületnek a dilemmája, ott ugye az ellenzék, nem csak a demokratikus koalíció, hanem az ellenzék áll a 12. kerületben, hiszen ugye ez a probléma, ez túlmutat a 12. kerületen, hiszen mi történik? Újpesten, városban? illetve Úbudán is többek között a kutyapárt úgy állít jelöltet, hogy ott esélye a győzelemre nincsen. Nyilvánvalóan akkor, sőt az első kerületben is, ahol ugye nem dk a polgármester. Tehát itt a kutyapárt versus ellenzék között van valami feszültség. Nyilván erre jön válaszadásul a 12. kerület. Szerintem ezek átmeneti konfliktusok. Szerintem ezeknek meg kell, hogy oldódjanak ezeknek a helyzeteknek teljesen értetőnek látom, hogy a kutyapárt arcot akar magának mutatni, de kétségkívül nekik elsősorban a 12-t kell megnyerni. A 12-ben kell jelölteket hozni, a 12-ben kell, hogyha nyerik a választást, egy stabil testületet hozni maguk mögé. A politikában ennek az ilyen jellegű folyamatoknak ára van. Most egy picit azt látom, hogy feleslegesen élesítik ki a kockázatokat, mikor a 12-ek ebben stabilan hoz, tudnának hozni. Ez kétség kívül az első kerületet, a harmadikat, a negyediket meg kell oldani, de felhívom a figyelmet, hogy még 50 nap van a választásokig, úgyhogy várjunk ezzel Addig a dologgal. Igen, sok víz lefolyt a Dunán. A végére még egy kérdést szeretnék föltenni neked ezzel a nagyon furmányos helyzettel, amit a Fidesz okozott, ugye június 9-e kapcsán, hogy egy dupla választás hmm. elé állította a szavazókat. Milyennek szerinted a politikai haszna vagy üzenete abból a szempontból, hogy nyilván én úgy látom, hogy a Fidesz inkább az európai választásokra, vagy az uniós választásokra koncentrál, hogy ebből a, ebből a szempontból a választók hogy jöhetnek ki jól? Szerintem most kifejezetten jön a kormányzó pártnak az, hogy ez a kettő egy időben van, hiszen ha igaz mindaz a feltételezés, ami a beszélgetés egy pontján a Fidesz szavazókról beszéltünk és érintettünk, akkor egy LP választásra különösen nehéz lenne most ezt a mobilizációt, ami erősségük, ezt azzal az intenzivitással csinálni, mint ahogy szokták. De egy önkormányzati választásra nagyobb eséllyel mennek el ott, ahol a kormányzó párt egyébként erős, kisebb településeken, vidéki városokban és a többi, ahova ezek a szavazók, akik kötődnek hozzá, de mégiscsak lazában, nem mennének el, és ekközben van egy ilyen ellenzéki felhajtó erő a másik oldalon. De most, hogy ez az önkormányzati egy időben van az lp vel feltételezhetjük, hogy aki elmegy az önkormányzatira és fideszes polgármesterre húz, arra az adott esetben következetesen végigmegy az a szavazási magatartással, és az LP listára is lesz szavaz. De nem biztos, hogy az LP listára önmagában elment volna. Tehát ez, ahogy ez a kettő egy időben van, ez most kifejezetten jól, ahogy ezt az utcán beszélik, lábra jön a, a, a kormányzó pártnak. És hogy Závetsz Tiborral és a méréseivel kezdtem, nemrég volt nálam vendég, és azt mondta, hogy hát András, hát tulajdonképpen ennek a magyar jelenségnek számomra az az értéke, hogy van végre belpolitika. Hmm. Van végre belpolitika? Hogy látod? Nem egyszerűen lett belpolitika, hanem hirtelen hatalmas hatavas káosz is lett a belpolitika. Tehát néha jól lenne, hogy olyan belpolitika lenne, ami így tudnánk értelmezni, a folyamatokat tudnánk követni, de most inkább a bizonytalanság bizonytalanság van benne, és a bizonytalanságban, amikor vihar és viharok vannak a tengeren, akkor nem könnyű az újságíró, nem könnyű a politikus, és nem könnyű az elemzőnek a helyzete. Hálás szerepben vagyunk mi, mert ilyenkor az, hogy azért mi csak szemléljük ezt a folyamatot, és, és nem cselekvők vagyunk. Az a cselekvő tud felmaradni a tengeren, akinek, saját, akinek egyértelmű viszonyítási pontjai vannak saját magát illetően, és hogy hova akar eljutni. Tehát, hogyha a káoszban én magam körül és káosz generálok saját magam körül, az a politikát a habok el fogják ö, csapni. Hát kíváncsian várjuk akkor a június 9-ét. Balás, köszönöm szépen, köszönöm hogy eljöttél szépen hozzá. a figyelmet. A nézők pedig köszönjük a türelmet, és ne felejtjék, megtalálnak minket minden közösségi csatornán, a TikTokon, a Facebookon, az Instagramon is. Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyomjanak rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük szépen, viszontlátást.